Erre vannak a kóbor kutyák. Mindenhol. 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 És mennyi van? Sok. Sok. Sok van? És besincsenek oltva. Nincsenek beoltva? Bizony nincs. Mm. Mennyi van, ha meg kéne satszolni a falujukba? Több mint 10. Több mint 10, higgyel nekem. Hát tavaly olyan kutya járkált erre, ami rühes volt. Már milyen volt? Rühes. Beteg. Ja, rühes, bőrbeteg. De vannak, hogyha így erre feltetszik menni, szerintem a polgármester úr is fogja mondani, hogy rengeteg kutya van. Merre van a polgármester? Itt feltetszik menni végig, és ebbe az oldalba mindjárt ott. Önöknek van kutyája? Nekem sajnos megdöglött. Megdöglött. De én becsipeltettem minden, azt rámentek ezek a kóbor kutyák. Hát ugye megtámadták éjszaka? A éjszaka? Elaludtunk, ugye így, mert nekem láncom volt megkötve. Láncom? Én nem köti meg. Hamis volt? Mert ugye minket nem bántott meg se a gyerekeket sem, de én olyan kicsikora óta túl utcoktattam. Na az a lényeg, hogy egy éjszaka rámentek, megdöglött, mondtam, hogy a kiskönyvet visszaadom. Uh-huh. Még azért fizettem. Más meg egy forintot nem fizett, azt itt jönnek, de úgy tesznek, úgy tessék elképzelni, hogy azt mondják, hogy nem az a nyíma kutya, csak oda gyötpering az övék a kutya. Uh-huh. És ezt hazudja, és ezért nincs, aki itten csináljon valamit, hogy elvinnék, vagy... Jár ide gyepmester, vagy állatvédő? Jár ide a faluba, fájba? Hát jár egy... De... Állatorvos, aki jól ki az ó, kutya. Már védőoltást? Ad nekik, vagy elaltatja őket? Nem, hanem se jár ide egy rendőrbácsi, az ott, hogy ki jár. Aki így körzeti mindenki. Megbízott, lehet? Aha, szerintem az a ilyen szemüveges. Szemüveges, nem tudja a nevét? Hát a polgármester mondja. De jó, beszélünk a polgármester. Hiába ment végig az is, mindig azt mondják, ez nem az én kutyám. Ja, értem. Nálunk az udvar a hátóra nem is lehet kimenni, főleg, mikor fároznak a kutyák, mert rendesen támadnak. Sötétedéskor sokan, sok kóbor kutya jön. Arra felfele? Arra van a kerítés. Van sok kutya, kóbor kutya, higgyelj. Jó, van vagy 10 a faluban. Hát attól több szerintem. Hát ilyen kicsiket is beletáll. Kicsiket is. Jó, köszönjük, megkérdezzük a polgármester urat. Mondom, itt feltettük menni, és akkor... Jó, jó. Ilyen szép kerítés van. Jó.